Például látni a kis arcodat és füledet nem is láttam még. Itt felnyírnánk, Jenci. Itt rá felnyír. Ne jó. Jézusom. Vigyázz, Pistol! Jaj! A disztó elne szaladjon! Mi a bánatot raktál bele, Béla? Mire gondoltál, testvérem? Ezt a desszert, ezt figyeljed el. Na? Kókuszgolyó. Kókuszgolyó. Micsi? Ez meg micsoda? A nőnapi ajándékotok egy jó kis szalonna, csak már én előtte megelőztem a mai napot és bepácoltam nektek. Jó, mi? Jó. A fülbemászó. Az. Na, jó illata van vele. Most már tudom és érzem, hogy az álmaimat lassan elérem. Küzdeni fogok, amíg dobog a szívem. Én nem szégyellem, hogy ilyen a vérem. Oh, oh, yeah. Gyere, tesó! Csak a tesókat nehogy elveszítsem. Ennek ebből tudunk adni majd Barbie-nak, és hagyj hízzon, akkor az is. Hát akkor engem már nem érdekel. Hát én egyedül nem fogok. Az egy kis sonka, azt magamnak csináltam, nehogy csak ti járjatok jól. Uram, atyám, mi ez? Egy hús darab? Igen, egy negyed sonka. Ja, ez így le van vágva a sonka. Igen, a sonka le van vágva. Aha, azt a mindenit. Új, hideg ez a vízember, nagyon hideg. Mivel hideg van itt? Ezt nézd meg, milyen jó pászlevet csinált neki a pászle. Hát ez nagyon jó. Na. Nagyon jó. Boldogok vagytok. Annyi jó lesz benne, hogy az most... Az megkezd a fába. Igen, mindjárt. Hogy jön most, tudod mi, a nyársalás időszak. Igen. És annyiból jó lesz. Már másokkal is kezdték. Csöpögtessük meg szépen a kenyerekre. Állandóan becsömölök olyan. Engem nem is a szalonna érdekel, megmondom neked őszintén. A zsíros kenyér. A zsíros kenyér. A zsíros kenyér, amikor rácsöpögtessük meg minden. Na jó van, hát jó, hát most akkor virág helyett szalonnát kapunk, de hát... Ezzel jobban jártok, jobban, nem? Jobban, hát. Jó van, na, hát... tetszik? Jó lesz? Jó, majd jó kiderül, megesszük, nem? Megyek, megmosom hát a kezemet, jó? Na, ennyi volt? Akkor... Nem, folytatjuk tovább. Nem, megyek, megmosom a kezem, azt visszajövök, jó? Jó, most meg a kezed, gyere vissza. Na. Receptúrák vannak ám, uram, nem úgy van az. Mekkora lenne benyitva most az évi? Maradj már! Nem, nem engedném be. Prikezsi azonnal. Nem engedném, várjál, be is zárom ja, kulcsra az ajtót, ide nem jön be senki. Ilyet elfelejtsd. 200 millit tejjel számolok, lehet, hogy ez több lesz, hát most majd meglátjuk, mennyit vesz föl. Kést adjál már! Bezártam kulcs, bezártam kulcs. Annyira? A nem jöhet be. És hogyha akarja... Milyen kés kell? Amivel meg tudom vágni ezt a... tejfölt. Amivel múltkor elvágtad a kezed? Újjad? Jó volt, azt már ne adod nekem. Jó. Add ide. Az jó éles, vigyázz vele, mert ez volt a hibás múltkor. Hallom. Figyelj, Jenci, te is segíthetsz. Ülj le ide. Kisgyerek is, hadd segítsen. Na gyere, Jencike. Erő. Nagyon nagy szakács lesz, testvérem. Beledobálod nekem ezeket, amiket igen levágok? Te biztos? De finom legyen, Tibike. Hát tesó, rád bízom magam. Tettél már rosszat, megint, most őszintén. Tőlem. Teljesen kiment. Valamit akkor rendezkedjél már addig, de szeretlek, itt álltok ketten erőszakosan. Hát hogy ne, nem megnézem, hogy mert ne túl sok. Ha mit kell ezen ne nézni? Ne túl sok rum legyen benne, de tudod te, mert ő annyit finnyás. Annyit hoztam, finnyás. Tesó, amennyi kell bele. Martika, akkor csináljuk na meg addig a... Kis valamiket, rakjatok össze a hangulatot. Középre. Jó? Beledobálod nekem? Szerintem jön középre húzzuk ide. Megmostad a kezed? Megmostam. Fölösleges volt, mert most segíteni kell. Mit? Építeni. Béla, nézzél ránk! Kisminkeltük magunkat Cintiával. Ide figyelj! De... A házépítéshez is ki kell, hogy sminkelj magad, hogy nekem szép lányokkal kell dolgoznom. Menni akarunk a bevásárlóközpontba. Itt van most a bevásárlóközpont. Ez volt most a földszint, most jössz az első szintet a második szintre. Fú, akármikor ugye el akarunk indulni itthonról, apa mindig visszatart minket. Be fognak zárni. Mert nem mondjátok, mindig, hogy ti nektek mi a programotok. Mikor, mit csináltok? De most muszáj segíteni, nem tudod megoldani nélkülünk? Nem, na gyere nézd meg, hogy mi van. Istenem, arra rakottad állandóan a falat velem. Most nézd meg, hogy jó lett? Most ekkora tágas lesz a szoba, jó?
Egy nap 20-szor megmutattam. 20-szor kell megnézem, minden egyes csavart, ha befúr, igen, akkor ez úgy jó lesz? Ez így jó. Áj, már nem mondok semmit. Azt hiszem, mi a feladata? Igen. Hagyjad már mi? Magad. De még ha meleg lenne, azt mondom, jó, van még egy. De mondtam neki fűcsönbe valami. Azért csinálom, hogy ti is érezzétek, hogy én milyen körülmények között dolgozom. Na jó, ne jártasd a szád, Béla, mondjad, hogy mit kell segíteni. Na ennyiben arra jött a fal, most már látod? Egy, kettő, három. Várjál, vigyázz! Jaj, elfelejtettem, hogy izé van. Nézd meg, szétjött az asztal is. Még ilyen maskará. Hát mi van azzal az asztallal? Elfelejtettem, hogy ez már ilyen erőben vagytok? Dek a zsonglőr. Elfelejtettem, hogy a ragasztó az asztal. Ragasztó az asztal. Asztal, de nem szép. Várja, jó Istenem. Asztal, de nem szép. Ez most hogy sikerült? Vissza. Júj, júj. Júj, júj. De akkor itt van. Várja, ez nem túl jó így. Nem hiszem el. Akkor asztal marad? Akkor... így, így. Az aljával egy... Igen, mi? Háromra. Három. Úgy. Itt szerintem középre. Nagyon nagy romantikát akarok most itt csinálni. Istenem. Megint. Istenem. Hát, ha így rátámaszkodik évike, az nem jó. Ennyivel került arrébb a fallát, hogy itt az ablaknál. Igen. Itt van egy villanyvezeték. Ki látod? Ezt nem szeretem. Mi? Beszéd itt ezt engem. Most egy konnektornak a helye hiányzik. Te? Na. De én mondtam most apádnak, mondanak, hogy ne ide rakja a falat, mert nekem nem kell ilyen nagy hodály. Mit csinálok én itten egymagamba? De te de nagy nappalikat akarsz nekem itt csinálni? Hát nem, hogy nekem adnátok várjál, még több itt, helyet a szobámba. Itt neked csináltunk több helyet a szobádba, azért került azért a legyen a fal. Akartam, hogy nagyobb legyen. De várjál, mert ide volt egy konnektor, oda volt, oda. Itt hiányzik egy konnektor helyen, megzavarodok tőled, látod? Ennyire júj, variálsz állandóan és megszédíted az embert. Még ha annyit beszélsz, hogy a halottat is felkelted a sírból. Húzzásra szólok egész nap is. Rángat be minket, de mi vagyunk a hibások, igen, jó van? Igen, igen. Hát ez apa. És akkor mi is mi ebben mit tudunk neked segíteni? Majd mindjárt megmutatom. Most már tényleg kell segíteni. Na, szed szét a falat, anya, hajrá! Rajtam csattam minden apádnak a hülyeségeit. Rajtam, mert én megmondtam neki, hogy ne ide tedd Béla ezt a falat, hanem odébb tedd, de ő neki mindig hülyeségeken jár a feje. Azt hiszi, megmondtam neki, ott kint a lovaknál, meg a kiskálóban parancsolgathat. Itt, tudod, ahogy neked tudod, mit nem szeretek? Ne szóljon. Amikor utólag kezdesz el variálni, és nekem mindent át kell szervezni. De ha rám hallgatsz, elejétől fogva, akkor nem csinálsz magadnak plusz munkát, igaz? Csak ez nem olyan, mint a smink nem sikerült, majd átkeneg együtt. Tehát most szedi le fel a gipszkartonokat, és muszáj! Á, Istenem! Eltűnt egy vezeték! Á, Istenem! De ott még van benne csavar! Leszakítod! Várjál! Mondom, kiszakítsa a falból, mindjárt figyeld meg, kárt fog csinálni! Hogy az a... Hát szedd le, akkor normálisan vagy, miért nem vágod akkor ki? Ja, hogy rám dőljön, igaz? Igen. Mennyire legyen édes, fiúk? Hát, annyira nagyon édesen szagi nem szeretem. Szagi már. Annyira nagyon édesen szagod nem szeretem. Még föl, persze, még föl. Az a szép. Régi cinikus, rossz indulatú? Igen. Kakaó. Várja, ez szépen így Martinkkal, légy szíves. Csak is legyen. Jövök. Rózsákkal rak ki. Imádom. Ez az. De hogy szeretnéd? Hát, ja, értem. Így érted. Értem. Csak nőnap van. Ja. Ez az ő napja, szegénykém, mert Istenem, így elfelejteni. De a másik oldalra is én szívet akarnék kirakni, csak nem tudok. Az tény se. De ez tök romi lesz. Nagyon. Van még rózsa. Rum mehet bele, nem fiúk? Rum, hát roma. Módjával. Ja. Na hát ez kell bele. Hát kell bele. De finoszegi? A Jenci is majd eszi. Foly, Jenci, segíts. Mondja. Így. Azt mondja, foly. Na, foly. Szerinted? Na tesókám, hozzádom. Várjál, én is akkor hagyj járuljak már hozzá. Tűrd fel az inged ujját. És én csurgatom neked hozzá. Én mindig hozzá rajba kell, hogy főzzek, ez már hát borgasztó. Hát raj vagy, tesó, hát egy rajember vagy. Dük. Nem lenne egyszerű, nem gombol.
Nem. Mindjárt bele... Mártózom. Mindjárt belemártom magam. Várjál, várjál, várjál. Te azért mondom, hogy mi ez? Kicsit kavard össze, kicsit kavard össze, száraz hozzávalók. Igen. Száraz hozzávaló még. Jancike, kicsit gyere már le onnan, vedd már le onnan, te sem tudom odaadni. Tiszta tej lesz, meg vaj, minden. Na, szép testvérem, és akkor most hozzáadagolom szépen nézd, lassan, Jancike, és majd meglátjuk, nézd, mennyit vesz föl. Kerázod. Hát ez meleg. Jévem! Drága keze nem bírja a meleget, hát muzsikus kész, hát persze. Tiszta izé lett itt minden, azt tudod. Hát ezt csinálja, izé, sós izé. De ez nagyon ragad, várjál, mert ráragad minden. Hát ez fog. De hagyj húzzam már le a kezemről, mert... De fog is de még. Nagyon ragad ez. De vár, fog még, hát még valami nem áll egybe. Ez általában ragadni szokott. Na ez a cigány gyerek. De ragadni de te is csak enni kicsit. Tudod, nem tudod, hogy kell csinálni. De most már de tudod. Dehogy nem, én amúgy is csináltam. Én olyat csináltam régebben, hogy cseresznyéket tettem hoppá, bele. Bácska. Közepére. Figyelj ide. Na. Legalább gyúrsz közbe. Figyeld. Úr, Isten, itt Marika. Van, megvan! Megvan? Fogd meg, tartsd meg! Na. Igyekezzél! Anya, eldöljél vele! Várjál, kell, hozzak egy szerszámot! Tartsalak így! Aha, tartsál, nehogy eldőljek oldalra! Kifekszel itten! Na, most egy óráig keresgél a szerszámát, mert nem oda, azt se tudja, hova teszi le. Mitől beszélsz te? Miért most méregetsz? Az, hogy egyforma legyen. Istenem. Azt tudod, mi történik, mikor kész vagyunk? Akkor mindig rájövünk, hogy nem is oda kellett volna, hanem lejjebb kellett volna. Ja. Na most figyelj, nem szól, hogy vegyem el a kezemet, mindjárt belecsavarozza. Ne idegeskedj! Ó, de nagy szakember ez te! Ez mindent tud. Disznót vág éjszaka, sonkákat füstöl, meg szalonnákat csinál, meg mit tudom én mit csinál. Hónap után kolbászt töltünk, meg hurkát, figyeld meg! Majd Max, ti? Mert én biztos, hogy örülnél neki, igaz? Én biztos, hogy nem. Nem fogok itt zsírozni. Én volt már. Új, tiszta por lesz az egész fejünk. Ez a púz az újfajta púder, te jány. Istenem, mondom múltkor apádnak, hogy el szeretnék menni, ilyen van, hirdetik az interneten, hogy van ilyen álomarc kozmetika, hogy ilyen királynő pakolást szeretnék az arcomra, tudod? Igen. Na mondom, akkor kihasználom a lehetőséget, erre felmondom apádnak, és akkor elkezdi, jöjjek ide át, és akkor izé, majd ő mutat nekem valamit, és akkor az milyen. És akkor mutat nekem valami lötyöt ott oda át, hogy itt azt kenjem az arcom. Lötyöt? Ha milyen valami lötyöt? Én nem tudom, valami egy csúnya, zöld színe volt, vagy mi itt volt. Itt az meg. Úristen. Ott. Ehhez kellünk ketten, igaz? Vagyis hárman. Én vagyok itt a kamerán, nézlek titeket. Nem akarsz titeket. Inkább feladni egy hirdetést apádnak, hogy segédmunkás hát, keresel? Ez már szörnyű. Ti vagytok a segédeim. Te most azt hiszed, hogy ez jó lesz így, amit most csinálsz? Miért ne lenne jó? Be van állítva? Ma én beállítottam már szemre mindent, te. Akkor olyan azzal a fúrógéppel, mint a Villám McFinnből a izét, segédet. Ezt érti, szerintem ezt izé nem érte ki magát apád kiskorába, és akkor izé, ez lehet egy nap huszon kicsavarozza, meg becsavarozza. Nem legózott. Hát ilyet halljátok, komolyan mondom. De bolondok vagytok. Látom a fényt az alagút végén, számításom szerint 2-3 hónap, és szerintem átúzé, készen lesz a kis kecó, és be fogunk tudni költözni. Ez mindig ezt csinálja a cigány gyerek. Átjövök hozzá, azt... Bolond. Ne legyen izény. Hát most akkor... Hát most akkor én se szugolok, hogy... Jó van, ne haragudj. Tiszta. Amúgy neked megy a munka. Megy, hál' Istennek. Megy, testvérem. Sokat dolgozok, heti 4-5, de az szinte igen. Csak külföldiek a vendégeink. De hát, testvérem. Leglátszik. Nem, azt akartam mondani. Örülj, hogy van munkád. Hát, amúgy igen. Örülök. Az a lényeg. Hát meg ez nagyon, ebből nem lesz semmi. Tesó, ez még be kell rakni a hűtőbe, hogy összeálljon. De az illata jó. Hát ez persze, hogy én jó. Én is megszagoltam. Szagold meg, fia. Lehet, ez csak már nem is kell, meglátjuk. Nyugi. És akkor utána megkóstoljuk, hogy mennyire édes, mennyire mindenes. Drága herendi porcelánokat kivettem, Jenci, nem baj? Nem, lassan, jó? Jó. Betegyük a hűtőbe? Ne, rakj ki az izére. De tényleg betegyük, mert ki kell golyózni, ki kell golyózni, csak úgy rakhatod a hűtőbe, tesó. Hogy bedel menjen arra. Jó, akkor golyózzátok ki a kisfiúval, ketten. Jó. Martinka, mi meg addig várjuk én az Évikét. Te üljél. Takarítok még egyet, azt hiszem. Csak haza ne érjen tényleg. Következő számot. Nekem írjátok. Jenci.
Így is jó. Következő számot meg már csináljuk, mert már van még egy elképzelésünk az Évikével, hogy melyik szám lesz. Igen. Aztán arra is majd a próbákat meg kell csinálni. Benne vagyok. A Tibikét meg felveszem személyi szakácsomnak. De csak két havonta tudnék neked fizetni. Részletbe. Részletekbe. Részletbe azt is. Lehetne olyan rossz? Szerintem ízli? Lehet. Szerintem lehet róla szó, tesó. Már még ilyen személyzet, mint a Tibi, a földön nincs semmi. Egy se, mint ez a gyerek nekünk. De jó, tényleg, mekkora nagy élet lenne. Csak mondanám, szeretnék kérni egy kókuszgolyót szeretnék, egy fekete erdőtortát. Egy dobostortát. Előtte egy bécsi szeletet szeretnék, jó? Köszönöm szépen, és majd a nagy hálószobában hozzátok már. Köszönöm. A nagy? A, ki kell emelni, hogy a nagy hálószobában. Persze, mert van egy kicsi. Na gyere, Jenci, csinálj. Van két kicsi, meg egy nagy. De jó lenne így élni. De lehet, hogy mégse lenne jó. Megunnád azt is. Mi? Lehet. Tibi? De. Tibi tudná így élni ilyen én? Nagyon nagy életet? Nekem ne főzön senki. Nem, mi? A többit csinálhatja, de ne főzzön. Nekem egy takarítónő elég lenne, nagy lakásom lenne, azt mondjam, nem kéne takarítani, csak takarítson, nekem már segítség lenne. Nem de hallgatnám, szeretném. Hogy ja, már megint ezt kell az ember, tudod? Ja. Hogy? Hát igen. Kinek mi? De kinek hogy mi? Sok pénz, sok baj. Mi? Nem, tesó, kevés pénz, kevés baj, sok pénz, sok baj, nem? Hát szokták azt is mondani. Az a baj, hogy én nem tudom mi az, hogy sok pénz, sok baj. De hát majd csak megtudom egyszer, remélem. Lottót meg kell nyerni. Jó, milyen le. Lottót meg kell nyerni. Én már milyen nagy le. Hát, de akkor megtudnánk. De lehet megbolondulnál sok pénztől. Én. Bárki szerintem meg tud tőle. Egy idő után. Ki hogy fogja föl szerintem. Mondjuk én utazgatnék csak, tesó. Én is, azt viszont nagyon rengeteget. Szeretnék utazni. Nyáron nagyon tervezem, hogy a Járda-szigetekre elviszem én. Én csak a Margitra elmegyek, Margit-szigetre, érted? Szűkbe. Ott se fagyizok, de 3-50 év majd megeszek a gombóc fagyit. Ne csoda! Nem, de tényleg tervezem Évikének a nagy vágya Dubajba eljutni. Hát. Nem a repülőjegyed a drága, tesó, hanem minden. Tudom. Ó, milyen? Hanem minden. Tudom. Na, és meddig fogjátok még húzni az időt, mert amúgy már addig, még be nem zár a bevásárlóközpont, addig fogunk itt állni, szinti ne aggódja. Tudod mit? Fogd meg ezt a kalapácsot, az kalapácsolja el egy kicsit. Melyiket? Ott van a földön. Aj, Béla. Várjál. Gyakoroljál vele. Már nem kell tartani? Már nem. Nos, neked itt kell a kalapács? Igen, mindjárt kell. Az? Ó, aha. Hát az... Hát nem jó az, az pont jó neked. Nem tudom, mire kell neki. És te most kalapálni fogsz? Nem, neki kell, azt mondja. Mindjárt kell várni. Na, tartsam? Aha. Jaj, te balondjóska! Jaj, anya, mit csináltál? Te, ott, ó! Te, nem a fejemre kellett a kalapács? Te... Jó, hogy nem a fejét találtad el, de most komolyan mondom. Isten, nem akartam. Istenem! Te nem pirítasz engem? Mutasd már te! Heted már magad, hogy lássam! Te mi a pont a csontra b***tad rá? Ó, anya, mit csinálsz? Hogy lássam! Jó! Mutasd! Nem elég, hogy lassan halad a ház, de még apát le is bénítod? Úristen! Nem lett Nesze. Annak semmi baja te! Az igaz, mindjárt úgy bedagadt, hogy a cipőt sem fogom tudni felhúzni. Menjük, meg, lefekszek! Ha veletek, még segítséget csak kérhetek! Menjél utána! Jaj, de jó lesz! Jó, na még azt a kettőt kókuszhoz már be, ne is megeszik. Hogy lenne? Jó, de finom. Nagy elég jó. Édes? Uh-huh, így jó. Azt az egyet még kókuszhoz be, azt akkor jó van. Dossz. Megmondom azt az szintén, gyere. Hogy egy kicsit éhes vagyok. Na mindjárt kapsz kókuszgolyót, várj már. Hát mindjárt lemegyek, vágok egy disznaut. Az az Jenci, még az kókuszhoz be gyorsan. Mert hoppá, itt van. Itt van anya. Várj, mert bezártam szegényre. Mellepetés. Mi zártad be az ajtót? Szia, drágám! Hát szia, drága! Szia! Mi zárkóztál? Gyere, szerelmem! Sziasztok! Mi ez, gyerekek? Szia! Hát mi ez a nagy banzáit? Boldog négy napod, drága életem, értelem. Igen, köszönöm szépen! Nem feledkeztél erről? Én nem. De hogy feledkeztem? Volt olyan kedves Tibi testvérem. Drága férjed, de hogy? Tessék! Volt olyan kedves a Tibi testvérem, hogy a kedvencedet elkészítette neked,
Wow, az igen. Kókuszgolyó. Kókuszgolyó. No, jó lett. Oh, Tibiket. Köszönöm csak így... szépen, és át is jött. Persze, hogy ne jönnék már. Ő a kókuszgolyóknak a specialistája. Hát te egy profi szakács, kérem. Jó lehet, esküszöm. Hát most... Sütni is tudsz, főzni, igen. Minden. Sima egyszerű, de... Be volt zsongva, hogy most ő erre készül a Jenci, most nagyon be volt zsongva. Igen. Egy kis desszert. Hát köszönöm igen. Szépen. Egy kis desszerttel készültem. Hát ez nagyon jól esik tőled. Csak akkor menjünk be az orvoshoz, vagy mit csináljunk? Jó, jó van az úgy. Jó, hát lejjebb húzom, jó van az úgy. Tényleg. Erre foglalj, nem is számítottam. Foglalj helyet, szerelmem. És még milyen úriember vagy, kihúzod a széket, tessék. Aha. Jobb, hogyha apádat éppen bevisszük, röggenezzék meg, kiderül az igazság, és szerintem nincs eltörve a lába egyébként. Apád rátetőzik, hadd ne mondjam. Mi bajod van? Mi? Azt nem hiszem, mert mi van benne?